megjelenne három állampolgár és az ügyfélszolgálatra be akarna venni, akkor nem mehetnének be? Nem, csak egyesével. És csak nem egyesével. Okot erre nem mondta? Nem, ő nekik ezt adták ki. Ennyit tudok, azért jöttem ki, hogy tájékoztassam. Fogok én fel a kaminálatban, Én csak egy lakos vagyok, én csak egy fogyasztó vagyok. Értem, de ő mint fogyasztó, tehát most bejelentés. Én mondtam is az uraknak, hogy akiket ide állítottak, és soha az életben nem volt biztonsági őr, én nekem nem őverük van beszélni valóm, nekem egy felelős emberrel, de nincs a DVC-nál felelős ember, aki kiállítás. És azt mondja, hogy ez van, ebben tudunk segíteni, mert végül is azt szerettük volna megkérdezni, hogy mikor lesz vége ennek az átadásnak. Én erre nem hiszem, hogy nem lehetne, vagy nem lenne nem. Kutya kötelessége válaszolni, ennek ellenére fogják, és senki nem tartózkodik, hát aztán nem fogadhatjuk át az út. Nem állnak velünk szóba. Két biztonsági őr. Itt van ő, neki ki van adva, hogy az ügyfélszolgálatra tudom mondjuk, ez is az ügyfélszolgálatra. Ez a nonsens. Két úri ember áll az ajtóban, akik elméletileg a DVCH biztonsági őrei, és be nem engedtek bennünket. Sem az ügyvezető igazgató, sem a helyettese, sem a főmérnök nem tartózkodik a helyiségben. Úgyhogy továbbiakban megyünk tovább a polgármester úrhoz. Semmilyen választ nem kaptunk. Az elmúlt napokban a polgármester úr és az önkormányzat sem aktívkodott a probléma megoldásában. Mit várnak, hogyha oda mennek? Szeretnénk válaszokat kapni a kérdéseinkre, ennyi. Szeretnénk, ha valamilyen biztosat mondaná a polgármester úr, hogy valamivel tudná a lakosságot biztosítani, afelől, hogy lesz vízellátás. Több lakó arról beszélt, akiknek korábban vízellátási problémája volt, hogy az elmúlt mondjuk egy napban már megoldódni látszik a probléma, akár a média hatására, akár nem. Ez valóban így van-e, és akkor már csak a későbbi problémákat kell előzni, vagy vannak még olyan területek, ahol van probléma? Vannak még a városban olyan területek, tegnap délután is volt, ahol nem volt még teljesen tökéletes víznyomás, meg ma reggel is mondják a hölgyek, meg nagyon sok helyen zavaros a víz. Tehát olyan szinten zavaros a víz, hogy ihatatlan. Ez attól, hogyha ő nekik a lakossági panaszokra rögtön a két létező ellenzéki pártot kezdik el bántani. Azért megpróbálunk ráhatni, hát ha normális eszével gondolkodik a polgármester, nem azzal, amit a habonyűvek leír neki, mert egyébként egy önálló gondolata nincs. Remélem, hogy velünk szemben lesz egy önálló gondolata a polgármesternek. Mert ezt a lakossággal nem teheti meg, hogy 12-én, 13-án egész nap, egész éjszaka semmi víz nem folyt. Ha mit képzel neki? A 21. században víz nélkül hagyni a város nagy részét? Ezt nem teheti meg. És ezért fogunk harcolni, hogy ezt ne tegye meg se a polgármester, se a DVCH, hanem tessenek szolgáltatni. Mert mi becsületesen fizetünk,
és akkor azért megkérjük a szolgáltatást is, hogy legyen vízünk reggel, délbe, este. Mert attól félnek, hogy a lakosság nem fizet. Mert a nem szolgáltatásért nem fizetünk. Engem a múlt héten a polgármester úr fölhívtam, lepattintott tavaly, hogy dolgozik az ügyön, és utána jelentette meg ezt a DK-s meg jobbikos szövegét. Én megmondom őszintén, én pénteken délután fordultam a DK-hoz, én felhívtam őket telefonon, és ők közölték. Tehát tulajdonképpen itt a DK indított el ezt a mozgalmat. Ők közölték, hogy hétfőn 10 órakor jönnek ide. És akkor mondtam én a Facebookra, hogy itt már elindult valami, akkor 10 órakor az emberek jöjjenek ide, ha úgy gondolják. De nem pártpolitikai alapon. Korábban szó volt arról, hogyha jól tudom, hogy a szolgáltató bejelentette, hogy árat akar emelni. Igen. Elég furcsa gondolkodás, hogy nincs szolgáltatás, vagy ha van is, akkor elég problémás, de akkor azért még emeljünk árat. Én nekem az ügyvívő, vagy a kis hölgy, azt mondtam, ebben jöttem, hogy hát rosszul értjük mi ezt az áremelést, ez nem áremelés tulajdonképpen, hanem az, hogyha mit tudom, valaki ötösre óhajtja kapcsolni a fűtését, akkor nem azt a hőmennyiséget kapja meg, ami azért járna, hanem egy kicsit gyengébbet. Tehát ők így fognak árat emelni. Bár ezt is felháborítónak tartom, mert amiért én fizetek, azért fizetek. És elvárom azt a szolgáltatást, amit kifizettem. De így nem tudom, hogy mi lesz ebbe a városba. Köszönöm. A számlával kiküldött levéllel valóságosan megfenyegették a lakókat, mert hogy árat emelnek, mi ezt megfenyegetésnek vesszük, és egy szolgáltató nem fenyegetheti meg az embereket. És vagy olyanokat ír, hogy negatív rezsicsökkentés. Hát miről beszélünk? Hol volt itt a rezsicsökkentés? Ez az egész egy rizsa. Ez egy szörnyű, ez a való világ itt Dunaújvárosban, hogy átvernek bennünket, nem szolgáltatnak, és hazudnak orba szájba, és a szemünkbe. Hát nem és ezt igaz, nem hagyjuk. Nem ez az igazi rezsicsökkentés, amikor nem tudnak vizet használni. Hát ez az, igen, előre. Igen. De ne a lakókkal szúrjanak ki, akik becsületesen fizetnek. Hogy a pénz hova megy, az engem abszolút nem érdekel. Az érdekel, hogy a lakóimnak legyen víz, közel 300 ember tartozik hozzám, mert közös képviselő vagyok, és hívogatnak, hogy miért nincs víz, mit mondjak én nekik, mit hazudjak. Én nem hazudok a szolgáltató, meg az önkormányzat helyett. Nem fogok hazudni. Oldják meg ezt a témát. Mi fizetünk becsületesen, és elvárjuk, hogy szolgáltassanak a szolgáltatók. Köszönöm szépen. A másik dolog, ami rettenetesen felháborító, hogy a polgármester. Igen. És a DVCH igazgatója egy nyilatkozatot sem adott ki. Tehát abszolút nem tájékoztatták a lakosságot, mindenki bújkál meg sunnyog. És semmilyen tájékoztatás nincsen a lakosság felé. Akar segítséget. De akar segítséget, hogy fel a holnapon.